Na helló, srácok, üdv innen a PC Percek főhadiszállásáról. Hát, egyre inkább kezd a polc megtelítődni. Ezekről itt nem is beszélve, amik még arra várnak, hogy átvizsgáljam őket. Gyors körkép. Na mindegy. Kecske pornó után nyomozunk, ugyanis vettem ma 4 vinyót a zsibin, és hát csak meg kéne nézni, hogy van-e valamelyiken kecskepornó, vagy egyáltalán működő képesek ezek a Winchesterek. Ezt az egyet akartam megvenni, ezért egy ezredest kért a figura, aztán mondta, hogy mennyi van még ott? Mondom, még 3. Mondjuk egy árat neki, ezt ide adja a 3-at. Tehát mondom, nem kell tesó, ezek annyira nem értékesek. Adjak érte 1500 forintot. Jó van, mondom, ha 1500 ér, 500 forint darabja, akkor elhozom azt annyi. Szóval 2000 forintért vettem 4 vinyót. Ha egyik sem működik, sem buktam túl nagyot, de ebben nagyon bízok, hogy ez működik. Ennek az a szép hangja van, amire én vágyok, ha jól emlékszem. Ez nagyon jó lenne, hogyha működne. 99. negyedik havi gyártás, nem fiatal, viszont cserébe öreg, mint az országút. Nincs nálam kamera állvány, úgyhogy ez most egy kicsit ilyen hokizósabb rész lesz. Persze, nyugodtan. Abba bízok, hogy valamelyiken van rendszer, és arról el tudnám indítani, és akkor a többit tudnánk nézegetni. Hát ez így gyakorlatilag a vak szerencsében való bízás. Jó. Így né. Mit rakjunk alá, hogy ne csináljak zárlatot? Mondjuk ezt a dobkát, így ide, és hallgassuk meg, hogy milyen hangja van. Listen. Nem, sajnos ennek nem olyan hangja van, mint amit szeretek. Hangosnak hangos, csak nem hangos a fej benne. De nézzük meg, hogy kapjuk-e itt a rendszerbe. Látja. Tudunk erről butulni? Kapcsolom ezt a lámpát, hogy ez ne zavarjon itt bennünket a monitorban. Ó, van szerencse! Ez az, ez az, ez az! Egy jó kis Bimbos 98, ha kell lennél több. Hát, hogyha nem fossa össze magát, de összefossa magát, a rák enne meg. F8, F8! Csinálunk egy TS ökkentett módot. Jaj! Persze, tesó! Na, nem baszol ki velem, azért átnézzük, hogy mi van rajta. Megnézzük DOS-ban, hát ha van rajta kecse pornó. Kéne valami idés ilyen cucc, amiben így betok hány egy vinyót, és akkor USB-n összekötni a géppel. Nincs olyan cuccom, hogy tudja, hogy van, csak nem emlékszek rá. Legyen... Csak parancsol. Nem sok minden van rajta. Ez a karakter. És biztos van, aki már fejből mondja, hogy hol az a karakter. De itt vagyunk.
Gatya, na rakjuk be a másik vinyót. Következő U-áldozat, egy Western, ám de digitál. Mi a rák vagy te? 40 gigabyte. Na, looking for something, te merev tanáj. Felpörögni felpörög a szekér. Van még itt egyébként ennyi, amit át kéne nézni. Meg annyi, amit át kéne nézni. Meg még a műhelyben is van egy csomó. Mi a fene? Hú, ez itt. Mi a franc ez? Millennium? Vagy mi a picsa? Ez kiakadt, mint a kiakukkosóra. Most már csak a móka kedvéért megnézem, hogy milyen rendszer van rajta. Ez megint újraindult. Szobd le anyád. Következő versenyző, ez megint egy ilyen értéktelen darab, 40 gigás, max store, hát annyi van belőle, mint a dög, szerintem ebből Dunát lehet rekeszteni. Na nézzük, ez röffene. Hí, ez dobálja a fejet. Fel sem ismeri. Erre repül egy hatalmas nagy X, hogy ez szar. A következő megint egy ilyen, hát értéktelen darab ez is, mert Dunát lehet belőle vele rekeszteni. Millió darab el lett adva, ugyanígy millió darab is felfedezhető még a piacon. Na nézzük, indul-e. Felpörögni felpörgött, az már biztos. Nézzük BIOS-ban mit látunk. Ja, csak nem, nem jól van jumper elve, de ezt most így elengedjük. Mindjárt megmutatom nektek, hogy milyen az a vinyó hang, amit én szeretek, mi az, amire vágyok, mi az, amit keresek. Mindjárt berakok direkt egy olyat. Hát ez megint csak nyalóka. Ezeket majd át kell nézni egy működő rendszerre. Na ezt figyeljétek. Ez így dupla olyan vastag, mint egy sima vinyó. De érdemes a hangját meghallgatni. Figyeljetek. Én imádom ezt a hangot. Mi van itt, gyerekek? Prehisztori. Mentés. Takaríts! Mindjárt meghalok. Sose szerettem ezt a játékot. Cheat.com.
Mi van, itt örök életünk van, vagy mi a fene? Majd lesz a szarja, hogy ezért... Na jó. Hát, te mi vagy? Jó, ez a bomba lerakós, nem? Nos, hát. Persze, tesó. Hát bármilyen. És megint. Csém. Edd már meg azt a geci bombát. Na jó. Takarodj! 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 Á, Mika! Érdekes, hogy ez a vinyó még működik, az ilyen kvantumok. Ezek meg úgy halnak, mint a dög. Ezt úgy raktam el, hogy működik, mire elővettem, dobálja a fejet. Pedig ezeknek a hangját szeretem a legjobban. Meg ezeknek a régi kaviároknak. Meg a kvantumnak volt a Bigfoot nevezetű. Jaj, vinyója, hát az gyakorlatilag beszerezhetetlen, egy ilyen hatalmas nagy tepsi. Akkora mérete van, mint egy CD-romnak, csak ilyen kis lapos fos. Az már gatya. Minden igaz, lesz egér. Ja, nem lesz egér, mert hogy USB és az egerünk? Nem, csak simán nincs bedugva. Na jó, ezt lelövöm. Érdemes megnézni ezt a felépítést, ezeket a hatalmas nagy alkatrészeket benne. De még mindig működik az öreg csotrogány. Nézzünk meg egy ilyen régi vinyót, akkoriban, amikor ezt teszteltem, még nem írtam rá, hogy mikor volt tesztelve, de valamikor ráírtam, hogy 2 giga és pipa. Kíváncsi vagyok, hogy most így előveszem, akkor működik-e. Fel se pörög. Mitől halnak ezek így be? Semmi, meg sem mozdul. Az ilyeneket például piszkosul sajnálom, mert hát már nem lesz belőle több. Tudom, még egy pár vinyó, meg arra fele is. Nézzük meg őt. Ezen van egy dátum. Ja nem, csak ráírtam a 4,9 giga. És nincs rajta bad sector. Ó, de jó hangja van, Istenem. Hát, ha van rajta valami. Van. Na? Nem nagyon akar róla butulni. Na, valószínű nem tetszik neki, ami rajta van. Hát igen, ezek a régi rendszerek még meghaltak, hogyha egy másik gépbe beraktad őket. Ez is az a kategória, ami jó hangú vinyó számomra. Ezeknek még régen ide volt ráírva, hogy mekkora. Az 8,4, 6,4, már nem tudom kiolvasni.
Igen, jól emlékszem, oda volt ráírva. Na, mind dugjuk be, azt nézzük meg. Finom. És emellé még tudjátok a flopit, tűdődőd. Imádom. Ilyen régi cuccokat, régi vinyókat már nem lehet szerezni, már nincs belőle, nem tudsz venni, nincsen, akinek van, az már nem adja. Látjátok, néha belefutok az ócskám, mint ebbe a mai darabba, de hát ritka, mint a fehér hóló. De imádom, hát ezt a hangot tudnám hallgatni órákon át. De jó van. Hú, összehányja magát. Össze. Nem boldogult vele, de erre is rakunk egy dátumot, meg egy pipát, hogy ez jó. Van még itt még egy ilyen hatalmas nagy monstrum, egy kiocera. Hát... Ja. Itt ez egy léptető motor lenne, vagy mi a picsa ez? Valószínű az, itt egy léptető motor. Mekkora IC, ilyen végfok IC-szerűség. Rendes nagy kondik. Nézzük, be tudjuk erőfenteni. Erre nem is emlékszem, hogy honnan van, meg mikor szereztem. Úgy, de beteg hangja van. Mint ha a fej nem is mozdult volna. Nem is ismerte föl. Hát ezért is nagy kár. Ezt megmutatom nektek, hogy áll le, figyelj. Beleér a fej a lemezbe. Jaj. Hát ez gatya. Van itt egy 10 gigás versenyzőnk. Hát ez már elég visszafogott hanggal rendelkezik. Ezt már csak azért dugom be kíváncsiságból, hogy mi van rajt. Hát valami mostani Windows lehet, mert akkor szokta ezt a hibát dobni. Találtam itt még egy ilyen régi vinyót, kíváncsiságból beröfentjük azt is. Hogyha vannak nektek otthon ilyen pár száz megás, vagy mit tudom én, egy pár gigás vinyótok, és soha nem fogjátok használni, kukába köt neki, azért nem akarjátok felajánlani, mert mit kezdek pár száz megásra? Jobban feláll a pár száz megásra, mint a gigásokra, csak mondom. Kukába még véletlenül se kerüljön. És ezt most vehetitek kuncsorgásnak is. Ja, rajta volt egy másik vinyó klavon. Na jó, hát ezt is elengedjük. Most keresek valami eszközt, amivel tudnám ezeket próbálni, és itt is van, ő lesz az eszköz. Tudtam, hogy van, talán Csikelacitól kaptam a múltkor. Adunk itt neki tápot, ugye ott van benne a plusz-minuszos tápja, és akkor egy USB-vel, ó, de szupcsi lesz. Köszi, Laci. Na, srácok, erre a videóra most hirtelen ijében ennyi. Azt hiszem, nincs most olyan vinyó, amit még tesztelnem kéne. Végére egy kis nyálcsorgatás, hamarosan végre visszakerülhetnek a kártyáim a kiállító polcra. Ó, de hiányzó. Sokszor meséltem, hogy egyetlen egy kártya volt, ami megjavult hőlégfúvózástól, és az, ez a 9800 GT. Azt hiszem 9800 GT, hát itt látszik, hogy a
Igen, 9800 GT, a megsárgult a címkéje is. Ennek már több éve, hogy ezt megjavítottam úgy, és működik. Hát ha ezt lehet javításnak hívni, na minden esetre mai napig működik és teszi a dolgát. Egy pár proci vár, kiegyenesítsem a lábait. Ezt meg csak így mutatóba. Egy pár videókártya. Na jó. Nagyon rendet kéne már itt is tennem. Még laptopok, amiket még át sem néztem. Na jó, be is fejezem most ezt az epizódot itt, ha ezt lehet epizódnak nevezni. Én köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Jók legyetek, srácok. Szevasztok.